Ilyen fürgén mászik egy kullancs az ember kezén, és így néz ki, amikor már beágyazódott a bőre alá. Ilyenkor egy határozott mozdulattal, csipes segítségével a fejéhez minél közelebb megragadva kell kihúzni. Ezt javasolja a dr. Muzsai Géza gyermekorvos is, akit a kullancs veszélye kapcsolatban keresett meg híradónk. A kullancsot egy határozott mozdulattal el kell távolítani. Fontos, hogy ne nyomjuk össze, és ne nyomjuk befelé, hanem egy csipesszel, egy arra használatos, vannak speciális erre használatos csipeszek is, de valamennyi háztartásban van csipesz finoman megfogni, és egy határozott mozdulattal eltávolítani. Az eltávolítás a legfontosabb. Két komoly betegséget okozhatnak a kullancsok, ezek tünetei akár két héttel később is jelentkezhetnek. Láz hányás vagy épp vándorló bőrpír esetén érdemes felkeresni házi orvosunkat. Kétféle betegséget okoz. Az egyikre ott a védőoltás, igenis védekezzünk a védőoltással, a másik lehetőségre pedig, ha megfelelően gondol, gondolunk rá, akkor van rá megfelelő gyógyszerkezelés lehetősége de a megelőzés a leges, legfontosabb. Tehát nézzük át magunkat, vannak ilyen kurlancs riasztó, ahogy szúnyogriasztó sprék is vannak, tehát vannak ilyen sprék. Igenis, hogyha ilyen helyeken vagyunk, akkor gondoljunk rá és védekezzünk. A lánykor és a kullancsenke nem játék, legyünk körültekintőek az elkövetkező melegebb időszakban.